11. osztály, osztályfőnökei Krejs István, Bereckiné Kovács Erzsébet. Szallagot kap Kockás Alexandra, Német Vivien, Német Alexandra, Lakatos Laura, je sais ton amour, je sais l'ouverser sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien, j'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens. Rien ne nous retient à rien, tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, seul que j'aimerais plus que personne, si tu le consacrais. Tu sais mon amour, tu sais les mots sous mes silences, ce qu'ils avouent couvre et découvre. J'ai à t'offrir des croyances pour conjurer l'absence. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes.
après qu'on s'appartient. Állandó megújulás, az iskola is 135 éves története során nagyon sok szakmát elindított, sok szakmát lezárt. Most a mi életünkben lezárult egy korszak, az utolsó gépi forgácsolók mennek el, ballagnak el tőlünk. Informatikusok még vannak, de ugye a szakmunkás részből ez akkor megváltozik, és innentől tisztán mezőgazdasági szakmát taníthatunk csak. Mezőgazdaságban viszont ugye országos elismertségnek örvendünk, és én nagyon remélem, mint ahogy elmondtam a beszédemben is, hogy a mérleg nyelve, hogy kibillen jobbra-balra be fog állni. Új szakmát kapunk szeptembertől, élelmiszeripari gépésztechnikus, ami kiegészítheti az országos hírű mezőgazdasági gépésztechnikus szakmánkat, illetve hogy hát a mezőgazdasági technikusok továbbra is tanulnak nálunk, kertészek, dísznövénykertészek és mezőgazdasági gépészek. De azt kell, hogy mondjam, hogy itt végignéztem a ballagó diákokon, számomra inkább az volt a nagy öröm, ahogy nagyon szép sort láttam, nagyon szépen felöltözött, jó szitált száfa termetű fiatal emberek, fiatal hölgyek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az iskolánknak ez lesz innentől a védjegye. Csendre int az élet minket, egy álom lassan elgurul. Mégis nem hiszem, hogy végleg csak rám vár a végtelen, hisz te tudtad, azt hiszem, segítsen hinnem, hogy rám vár. Valamit úgy mondani, sűrnék halkan, nem vagy idegen szól a dal, bennem élsz, látod rajtam, hogy ez jó nekem, mint a hold, ki éjjel reményt csal a csillagokra. Bízom benne. Nagyon megszerettem őket. Az utolsó évet, tehát ezt a záró évet, a 12-et vittem velük. Előtte szaktanárként történelmet tanítottam nekik, és az utolsó évben végig én intéztem az ügyesbe és dolgaikat. Összeszoktunk, megszerettem őket, és nagyon megható volt ez a pillanat, amikor táncoltak, és ugye a szalagtűzés is egy bensőséges dolog volt, mindenkivel kezet fogtam, megpuszítottam a lányokat, és valahogy úgy tényleg belesajdult a szívem, hogy azért elválunk, és megszakad ez a kapcsolat. Mennyire tud őket megismerni? Hát azért a két esztendő az azért jelentős volt. Én azt gondolom, hogy megismertem őket egy bizonyos szinten, és megszerettem a társaságot. Tehát tényleg mondjuk még egy nagy próbatétel hátra van nekik, és ezen nagyon izgul mindenki, de szurkolok nekik, úgyhogy nem lesz semmi baj biztos az érettségivel sem. Milyen tanácsokat ad nekik a nagyvilágba lépéskor? Hát én azt mondom nekik, hogy ne felejtsenek el élni, és ne felejtsenek el boldogok lenni, és örülni a sikereknek. Ez azt gondolom, hogy nagyon sok mai fiatalnál probléma, hogy talán túl komolyan veszünk dolgokat, és elfelejtünk boldogok lenni. Én azt mondom nekik, hogy kicsit lazábbak legyenek, és próbáljanak meg olyannal foglalkozni, ami örömet okoz nekik. Fehérvári Zsóka, a küszöbön állva. Számunkra ez a nap a legszebb, bár közös időnk lassan lejár, és apránként megyünk egyre messzebb, de az óra most egy percre megáll. Tudjuk jól, nem vagyunk egyformák, ám valahol mégis egyek vagyunk. Szemünkbe öröm könnye szállt, mert van nektek táncunk. Számtalan fotó születik az este, és rengeteg dicszó vár ránk. De nem lesz mind a fotóra festve, csak mosoly és szép ruhánk. Mert az élmény, mit itt átélünk, egy versben sem írható le. És szívünk mélyre ássuk el egy csodás, örök életre. Nekünk is nehéz, de el kell fogadnunk. Egy gyermek sincs köztünk már, a feladatra mind megértünk, s egy láthatlan jövő vár. Itt állunk most előttetek, szép és okos diákok, köszönjük, ha azt mondjátok, büszkék vagyunk rátok.
nagyon sokat készültünk elő délutánonként táncpróbákkal, és hát meg most a főpróba, hogy volt, nem tudom, nagyon izgultunk már. Milyen érzés most itt lenni? Most már nagyon jó, most megnyugodtam egy kicsit. Mik a tervek a jövőre nézve? Hát itt maradunk 5 éven tanulni, vagyis én, aztán utána szerintem főiskola vagy egyetem, aztán szeretnék tesi tanár lenni, most emelt érettségit teszek tesiből, aztán... Hogyan jött ez a választás? Jó volt a tesi tanárom, és megszerettem a tesit nagyon. Milyen volt az osztály, és illetve milyen az osztályközösség, mennyire szereted az osztályt? Hát egész jó az osztályközösség, én nagyon szeretem őket, összetartunk általában. Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szép, ami századok múltán is tenni hív, mindig új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, már csak értenénk a múlt intő szavát. Hogyan választottad informatikát, és ezt ajánlások a testvérem és általános is érdekelt már az informatika. Mennyire szeretted ezt az iskolát? Szeretem ezt az iskolát. 9-ben még nagyon nem ismertük egymást, de azután összekovácsolódtunk. És szerintem most már egy jó közösség. Mik a terveid a jövőre nézve? Maradok 5. évre, hogy elvégezzem ezt a szakot, azután főiskolára szeretnék menni, angol szakra. There is something that I...